Köszöntöm a nézőket, és üdvözlöm itt nálunk a stúdióban Surányi Lillát, a Skanzen közönségszolgálati munkatársát. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. És hát ugye mi másról is beszélgetnénk, mint a hétvége nagy programjáról, mégpedig Szent Márton napi újborfesztivál lesz a Skanzenben és Libator, ami ugye már egy hagyományos rendezvény, sokadik alkalommal a Skanzenben. Most talán én még mielőtt rátérnék konkrétan a Szent Márton naphoz kapcsolódó programokra, egy kicsit azért említsük meg, ami számomra legalábbis újdonság, és így nagyon érdekesnek tűnt a programok között, hogy lánykérésre lehetett jelentkezni most a hétvégére. Igen, Szent Márton napja hagyományosan a kisfarsang időszakának a közepére esik, a kisfarsangban pedig szokás volt a jegyzés, illetve hát a házasságok, még ugye a nagyfarsangon kívül ekkor történtek a házasolások, illetve hát a jegyzések. És ennek a hagyománynak szerettünk volna teret adni most a múzeumban, ez egy kuriózum valóban, ilyet eddig még nem csináltunk. Nagy érdeklődéssel tart számot, úgyhogy hát ez egy meglepetés lesz, talán nem egy asszonynak is, aki ellátogat hozzánk a vőlegényével. Oh. És ugye ez előzetes regisztrációhoz igen. volt kötött, tehát ha jól tudom, már be is telt, tehát már igen. erről lemaradt, aki esetleg még szeretned a jövőre, még lehet. Lehet, hogy lesz rá majd újra lehetőség, most idén már nem. Idén csak azok, aki kiváltságosok vagy hát szerencsések juthatnak ehhez a programhoz, akik előre regisztráltak a honlapunkon. És ugye azt írjátok a felhívásban, hogy autentikus környezetben és a tradicionális, tehát hagyományoknak megfelelő lánykérés. Ez mit jelent pontosan? Tehát hogy történt régen a lánykérés? A Szent Márton napi fesztiválunkon a Lajta Néptánc Együttes lesz ebben a segítségünkre. Nem árulnék el erről többet, ez hagy legyen meglepetés azoknak, akik részt vesznek a programon. És mikor látható ez egyébként? Tehát, hogy gondolom azért a látogatók megnézhetnek egy-egy ilyen, vagy ez igazából ez inkább egy bensőséges dologra gondoltuk. Uh-huh. Tulajdonképpen ugye egy eljegyzés az, hát attól függ, van, aki a flashmobot szereti, van, aki egy picit szeret diszkrétebben visszahúzódon. Azt gondoljuk, hogy a Skanzen közössége, vagy a Skanzenben látogató jegyes pár inkább egy picit talán bensőségesebben szeretné ezt ünnepelni, de természetesen, ha látogatók arra járnak, akkor nem fogják kizárni őket sem. Belepotlódhatnak egy-egy jelentkérésbe. Jó, tehát akkor térjünk rá a programokra. Ugye szombat-vasárnap lesznek a programok. Hány órától lesz nyitva a Skanzen? Először talán ezt. Reggel 9 órakor nyitunk, és egészen este 6 óráig leszünk nyitva. Ugye ebben már belecsúszik a sötétedés időszaka, sőt a teljes sötétség időszaka is. Amit most ki lehet próbálni, hogy milyen lehetett falun még a világítás lámpa, ugye lámpa és az áram bevezetése előtt. Tehát teljes sötétségbe borul a Skanzen, majdnem, ugyanis óriási nagy mágiát fogunk gyújtani majd sötétedés után, és népzene mellett a mágia körül lehet majd egy kicsit még elidőzni, ott melegedni, és hát ugye a borokból fogyasztani, hiszen a fesztivál sátrunk a sötétedés után is várja a látogatókat. A programok a házakban 4 órakor zárnak, de mondom, ezután senkinek nem szabad hazamenni, mert utána óriási hangulat kerekedik általában. És ugye, ahogy már megszokhattuk, hát családoknak szóló rendezvények vannak a Skanzenben mindig, tehát felnőttek, gyerekek, mindenki találhat magának megfelelő programot, elfoglaltságot. Melyek azok a főbb foglalkozások, programok, amiket így kiemelnél, amik mondjuk már hagyományosnak mondhatók Szent Mártonnakhoz igen, kapcsolat. Hát ugye hagyományosan a kézműves programok, ami felnőtt és gyerek számára egyaránt nagyon érdekesnek bizonyulnak, és ezt nagyon szeretik is a látogatóink, úgyhogy ezek idén sem maradnak el. Lesz majd zokniliba készítés, akkor kis libás lámpás készítés. Egy hagyományos eszközt is készíthetnek a látogatók, a libatolból a kenőtól készítés. Ugye, amit már nem is nagyon lehet olyat kapni, úgyhogy ezt itt egy jó alkalom lesz, hogy a háziasszonyok készítsenek maguknak. De ezen kívül még készíthetnek, ugye lesz gyertyamártás, mint hagyományos téli tevékenység, és hát a vidám tolfosztóról ne feledkezzünk meg, ugye megnézheti és kipróbálhatja a látogató, hogy hogyan készültek, hogyan tömték a párnákat libatollal. Tehát például ilyen programok lesznek, ezek az általános, ami gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, de a színpadi programokat is hagy ajánljam. Délelőttönként báb előadások, ami mindkét, tehát a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekesek lesznek, ezek nem feltétlen kicsi gyerekeknek szóló báb előadások,
nagyon érdekes előadások ígérkeznek, és délután pedig világzenei és népzenei koncertekkel gazdagítjuk a programot. És ugye hát ez a fesztivál sátorban történik, a színpadon, ahol a kézműves borokat lehet megkóstolni, a borászatok bemutatkozása zajlik majd ebben a fesztivál sátorban, ugye az új boraikat hozzák el a borászatok hozzánk. De hát ezen kívül, hogyha csak felnőtt programot nézek, ugye a bor már maga egy erre felé tendál, és ehhez kapcsolódóan Fehérvári Gergő borász irodalmár irodalmi borkóstolót tart a múzeumban. Ez is egy nagyon érdekes és egy egyedi program lehetőség itt nálunk a Skanzenben. Ahogy én itt néztem, mert hát ugye azért azt elmondanám a nézőknek, hogy a Skanzen honlapján megtalálják a teljesen részletes programot, ha kíváncsiak rá, így egy kicsit tájékozódni szeretnének a hétvége előtt. Tehát rengeteg borászat lesz jelen, összesen hányan lesznek vajon? És kiket említenénk meg ezek közül? Én ahogy itt látom, Szekszárd, Villány, Mohács, Etyek, tehát nagyon sok helyről érkeznek majd a borászatok, sőt, igen, ahogy én látom, van egy szentendrei is, a szentendrei kőhegyi major is, igen, bemutatkozik. Hát tulajdonképpen elmondtad a lényeget. Én azt javaslom, hogy jöjjenek ki a látogatók, és járják körbe, és kóstolják meg az összes kézműves borászat termékét, az új bort. Mindenféleképpen, többek között ugye azért is, mert úgy tartják, hogy aki Mártonnapon, Szent Márton napján bort fogyaszt, ugye minél több bort fogyaszt, annál több egészséget és életerőt tölt magába, tehát feltétlenül az összes bort végig kell kóstolni, aki kilátogat hozzánk, illetve hát javasolt, és hogy azért ne ígyomorra ígyunk sokat, ezért nagyon finom libás csemegékkel, libás finomságokkal várja a jászárok szállási fogadó a vendégeit. Tehát nyilván a sült liba az elmaradhatatlan, de azon kívül még rengeteg más finomság várja a látogatót, és nem csak a fogadóban, hanem a múzeum területén, persze ott csak kóstolók formájában lehet megízlelni az őszi csemegéket. Több fél évvel készülünk, egyébként főzőhelyszíneink is lesznek, itt egy-egy kis falatot kóstolhatnak meg, hát a kedvet csinálunk ahhoz, hogy otthon is elkészítsék ezeket a hagyományos finomságokat. Ugye nagyon-nagyon jó időig érkezik a hétvégére, reméljük, hogy ez így is lesz tényleg, és hát a Skanzen területe hatalmas, tehát tényleg az egész napot el lehet tölteni, akár sétálással is, most már még rengeteg program is van emellett. Minden tájegységen lesznek egyébként programok, vagy vannak kiemelt? Most kiemelkedően sok tájegység szerepel ebben a programban, ugye hát tulajdonképpen, ahogy így átgondolom, majdnem az összes, hiszen nem csak az alföldi mezővárosunk, ugye, ami rögtön a bejáratnál, itt zsúfolásig leszünk programokkal, ugyanígy a kisalföldi tájegységben, de Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl is nagy szerepet kap, valamint a szombati napon Bakony-Balaton felvidéken egy 8 állomásból álló mese útvonalat járhatnak végig a látogatók. Ez inkább egy ilyen családi program, de tehát a gyermekeknek rengeteg érdekességet tartogat és meglepetést. Ez egy regisztrációhoz kötött, de ezt a múzeumban bejáratnál lehet majd regisztrálni és végigjárni az útvonalat, ez szombaton. És mind a két napon biciklis tárlatvezetéssel várjuk a látogatóinkat. Ez délután 1 órakor fog indulni a bejárati épület elől. Lehet saját biciklivel érkezni, de akár a Skanzenben is bérelhetnek biciklit, akik autóval érkeznek. És ezt a tárlatvezetést az emberi élet fordulóihoz kötöttük, tehát egy tematikus tárlatvezetésen vehet részt a látogató. Még az az érdekessége ennek a biciklis túrának, hogy Aranyos Sándor kollégánk fogja vezetni, aki idén junior prima primissima díjat kapott. Igen, őt egyébként várjuk majd állítólag a jövő héten jön hozzánk a stúdióba, úgyhogy beszélgetni fogunk vele is erről a díjról is, és természetesen a munkájáról majd. Emellett én, hát ahogy említetted, kerékpárokat lehet kölcsönözni. Én amikor legutóbb kijártam, nekem nagyon tetszett az, hogy ilyen kis kocsikat is lehet, igen, kölcsönözni, amivel a gyerekeket be lehet ültetni. Így van, ugye azért ez a 60 hektár, ez tényleg nagyon nagy terület, és most, ahogy elmondtam már, ugye érintett 1-2-3-4-5 tájegység. Tehát azért ezt kisgyerekkel végigjárni mi is tudjuk, hogy nagyon nehéz, hamar elfáradnak. Úgyhogy ezért is találtuk, idén bevezettük ezt a kiskocsis utaztatást. A szülő lesz a kis lovacska, és a gyerek pedig a hajcsár. Úgyhogy végig tudják húzni a szülők akár a gyerekeket, vagy hogyha elfáradtak, a csomagjaikat beletehetik. Tehát ez egy nagyon praktikus dolog, és tényleg, hogyha a gyerek egy picit már elfárad és nyűgösebb lenne, de a szülőnek még van egy pár olyan program, amit megnézne, akkor emiatt nem kell hazamenni.
És emellett ugye, amióta elkészült, nagyon népszerű a kis vasút is, igen, működni fog, gondolom. Természetesen mind a két napon, így van. Minden egész órakor indul, mind a két napon teljes menetidőben rendelkezésre áll. Egy kicsit azért térjünk rá még a Szent Márton napra. Ugye említetted, hogy hát a lánykérés az tradicionálisan köthető ehhez a naphoz. Emellett ugye, hát amit mi így tudunk, félig meddig információt, hogy ilyenkor libát kell fogyasztani, de miért is van ez a hagyomány? Igen, azt tartják, hogy aki Szent Márton napon libát eszik, az egész évben gazdagon fog táplálkozni, és fantasztikus finomságok kerülhetnek az asztalára, illetve hát az egészséget is elősegíti. Ugye, mint említettem, minél több bort fogyaszt, annál több egészséget és életerőt tölt magába, ehhez kapcsolódik a liba is, tehát a liba húsfogyasztása is. Emellett még milyen hagyományok köthetőek ehhez a naphoz? Ugye, ha jól tudom, ilyenkorra már azért úgy nagyjából az őszi munkák lezárultak régen, tehát inkább már bevonultak az asszonyok és a férfiak, és inkább benti munkákat végeztek már. Igen, ugye hát ez a téli időszak kezdete, tehát tulajdonképpen, amint az elején említettem, kis farsang időszaka, ami Katalin napig tart. Ez a mulatozások ideje, és ugyanakkor már felkészülés a téli időszakra. A természet is lepihent, az emberek is kifújták magukat, vége a gazdasági időszaknak, gazdasági munkáknak, ugye a betakarítások lezajlottak, és hát ez is okot ad a mulatozásra, illetve több szabadidejük lett az embereknek. És ez előhozta a közös tevékenységeket, így például a torfosztó vagy a fonó látogatását, vagy hát a fonók rendezését. És például ugye a gyertyamártás, az, ami hagyományosan egy ilyen téli tevékenység, ugye akkor fűtötték föl a para, illetve a viaszt, és akkor hát ezt ki lehet most is próbálni majd. Ezt is szokták élvezni a gyerekek és felnőttek egyformán, hogy hogyan lesz egy egészen vékony kis fonalszából nekik egy gyertyájuk, amivel aztán otthon is akár világíthatnak, és ezt az emléket haza is vihetik a skanzenből. A skanzen egyébként hogy készül a térre? Tehát már elkezdődött a téli nyitvatartás, és hogy van nyitva ilyenkor egyetlen, mikor lehet? Igen, ugye nálunk is lezajlottak a betakarítási munkák, bezártuk a múzeumot egy időre. Szent Márton napon újra kinyitunk, és november végig, illetve december közepéig tartjuk nyitva majd a múzeumot, de akkor már csak hétvégenként, és 10 órától délután 4 óráig, ugye hamar sötétedik, és már hűvösebb is van. Nagyon gazdag programkínálat várja majd a látogatókat. Ugye most koncentráljuk az erőinket hétvégékre. Mindenféleképpen érdemes kilátogatni, és nem csak egy hétvégén, hiszen minden hétvégén más-más különleges programra építünk majd. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hát nagyon sok sikert, jó időt elsősorban a hétvégéhez. Köszönjük szépen. Köszönjük önöknek is a figyelmet, és hát ha tehetik, akkor mindenképp látogassanak ki a hétvégén a skanzenbe, mert érdemes, és hát ahogy már elmondtam, a részletes programot megtalálják a skanzen.hu weboldalon. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!